mai nap házigazdája az Steph, illetve most én leszünk. Ugye most igazából idén ez az első Kryptonite adás. Ugye Gulyás Gábor volt az, aki tavaly a privacy technológiák kapcsán tartott több előadást is. És igazából részben ezen a vonalon mennénk tovább, bár hát ugye most akkor nem privacy technológiákról lenne szó, hanem pont arról, hogy ha már valaki autentikálva van, és esetleges és attribútumaik lekérdezésre kerülnek, akkor megnéznénk, hogy ezek az attribútumok hogyan vándorolnak a különböző rendszerek között, milyen olyan adatvédelmileg érdekes megoldások vannak, amelyek ezeket az attribútumokat tudják védeni. Ezekről a konkrét modellekről is beszélnem, illetve én pedig előtte felhőződésként egy kicsit a single sign-on rendszerekről szólnék egy pár szót. Az egésznek az aktualitását, ugye miért ez a két téma, az egésznek az aktualitását részben az is adja, legalábbis amiket én látok, aztán Steph majd biztos ki fog egészteni. Tehát egyrészt volt tavaly szeptemberben egy EU-s regulation, egy EIDS nevű regulation, ami kiadásra került, hatályba lépett. Ez egy EU-s szintű regulation jogszabály, az azt jelenti, hogy ez a legmagasabb, legerősebb valami az EU rendszerében. Ezt a fajta jogszabályt betű szerint át kell venni a minden tagállamnak, tehát az EU member state-ek között ez mindenhol úgy kerül alkalmazásra, hogy a központban kitalálták. Most ebben az EIDS regulationben sok mindenről szó van. Elsősorban a célja az volt, hogy a régi 99-es PKI-hoz, elektronikus aláíráshoz kapcsolódó direktívát frissítse, viszont azon túlmenően egy csomó mindennek kiegészítés. Ezen kiegészítések között szerepel többek között a felhasználó hitelesítés is, illetve azon belül is ezen felhasználó hitelesített felhasználók attribútumainak mindenféle közlekedtetése az EU member state-ek között. Most ennek érdekében ez a regulation többek között előírja azt is. Hát rendben, igen, csak ugye azért... Szabályozás. Mondjuk annyiból, igen, csak regulation az is rendelet, nem? Tehát a... Nem, szabályozás. Szabályozás. Igen, vagy erre itt ha meg... A direktív az irányelv, a szabályozás a regulation. Igen. Mind, a lényeg az, hogy ez a legmagasabb szintű. Tehát ez nem jelenti direktíva, ez betű szerint kerül átemelésre. És azt is előírta többek között, hogy 3 éven belül minden ilyen member state-nek egy olyan nemzeti, központi ilyen rendszert, ami autentikál és attribútumokat lekérdezhetővé tesz, ezeket fel kell állítani és együttműködésre kell bírni az EU-n belül. Na most, tehát egyre kapcsán egyrészt akkor, tehát előtérbe kerültek ezek az SSO témák, milyen single sign-on rendszerek vannak, milyen autentikációs protokollok vannak. Másrészt pedig előtérbe kerültek az olyan jellegű, akár adatvédelmet is előtérbe helyező, ilyen mindenféle ilyen tokenes, felhasználóhitelesítős, PKI-s, chipkártyás, EID, application-ös mindenféle megoldások. Az iparra elrepült a szabályozása, hogy ő kapja a legnagyobb szeretet, hogy ő. Hát, igen. Na, úgyhogy most ezen a téma, hát akkor vágjunk is bele. Most ott az első szlájdon, felsoroltam néhány ilyen single sign-on rendszert, de egyből igazából kicsit magyarázkodnom is kell, ugyanis kicsit azért van, ami kilóg. Kerberos-t ismerjük, elég régi, elég komplex, az IETF adott ki hozzá egy csomó RFC-t annak idején. Windows 2003 óta és XPSP 1 óta a Microsoft is támogatja. De hát tényleg, hogy komplex, és annak idején azt találta ki sokan okosok, hogy hát legyen ennél valami egyszerűbb, amit talán szélesebb körben is lehet használni. De a Kerberos tény, hogy egy single sign-on rendszer. Az SML, ami aztán 2006-ban került kiadásra már 2-es verzióként, az is egy single sign-on rendszer, most annak a gazdája az Oasis szabványosító szervezet, most ennek megfelel az egy XML alapú protokoll, de mégis ez mindegy, mert ez csak a formája. Amit tudni kell róla, hogy talán a legjobban ezt a protokollt az akadémiai szféra ismerheti, hiszen ennek az alapja most egyrészt nyilván a korábbi SML verzió, másrészt pedig az a shibboleth rendszer volt, amit a régóta működő EduID-s rendszer az akadémiai szférában, egy nemzetközi rendszer, és különböző single sign-on és modulokat használ a háttérben egyetemenként. Nos, ez használta
Most azóta nyilván ők is már frissítettek, és már ezt az SML2-es protokollt beszélik. Nagyon jó, szépen együttműködnek, és tényleg egyébként nekik van a legtöbb tapasztalatuk így a felhasználás, konfigurálás, üzemeltetés kapcsán. Most itt harmadikként, és hát persze az lehetne még sorolni, de harmadikként én itt az OAuth protokollt vettem fel a listára, ami igazából azért nem egy single sign-on protokoll, ez csak egy autentikációs valami, aminek az a lényege, hogy egy megbízható harmadik fél által adassunk ki mindenféle ticketeket, amiket aztán fel tudnak használni a mindenféle alkalmazások, és hozzá tudnak férni mindenféle erőforráshoz, anélkül, hogy náluk közvetlen módon egy felhasználó autentikálta volna magát. Na most azért vettem fel erre a listára azt is, mert ahogy itt részben az IRDS regulation miatt, de bele kellett ásnom magam mindenféle ilyen SSO rendszerbe. Hát úgy láttam, hogy tehát hogy is mondjam, ahány rendszer annyiféleképpen akarják azokat használni, annyiféle szempont van, főleg ha itt közigazgatásra gondolnak, akkor ott az adatvédelem azt gyakorlatilag egy csomó mindent amúgy is másképp akar beállítatni. És nekem úgy tűnt, hogy tehát az igazi SSO funkcionatás, vagyis az, hogy egy tikettel különböző service providerekhez, különböző szolgáltatásokhoz be tudunk jelentkezni, nem is biztos, hogy ez az elsődleges szempont. Ez tök érdekes egyébként. Igazából az elsődleges szempont sok esetben csak az, hogy legyen egy központi, megbízható harmadik fél, ahol gyakorlatilag az autentikációt hajtják végre, és az alapján kérdésekre egy ticket, de ez nem biztos, hogy mindenféle service providerhez jó. Lehet, hogy csak egy konkrét service providernek lesz jó. Egyébként most lehet mondani egy másik példát is. Ugye mondjuk van az SML protokoll, ami tényleg elvileg egy single sign-on protokoll. Lehet úgy használni. Tehát magyarán tényleg, ha ott kiadunk egy ticketet, akkor az tetszőleg egy service providernek jó lehet. Viszont, ahogy az előbb is mondtam, lehet jön az adatvédelem, és az adatvédelem azt mondja, hogy ezeket a ticketeket állítsák be egy ilyen 5 perces lejárat időre. Na most ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy elvileg az a ticket az jó lehetne több különböző rendszerhez, viszont amiatt, mert 5 perc alatt lejár, a user jön, bejelentkezik az egyik rendszerbe, ott létre az adat szakrendszer egy a saját session, de ugyanazt a ticketet már egy másik rendszer egyszerűen nem tudja elvinni, tehát ugyanúgy a SSO funkcionalitás az megszűnik. Hiába van elvileg jól bejött a rendszer, a rövid lejárat miatt ez igazából nem működik, nem ez a szempont az ottani rendszernél. Jó, tehát most itt az SSO rendszerek kapcsán is nem egy ilyen általános valami lenne, kicsit ilyen egyveleg, csak néhány olyan dolgot szeretnék így kimondani, ami így feltűnt és ilyen érdekesség lehet, és ami aztán állt az STF-nek az attribútumos előadásába. Jó, az első, amivel érdemes lenne foglalkozni, pont ez az OAuth protokoll. Ugye részben azért is, mert ugye a Web2-es világban, tehát gondoljunk itt egy Facebookos, egy Google-ös, egy Windows Live ID-s, Windows Organizational Account-os, Twitter-es, bármilyen belépése, alapvetően valamilyen OAuth protokoll van a háttérben. Most pont a Twitter az különc. Ugye az egész alapja az még 2006-ban jött létre, a Twitter fejlesztette ki ezt az OpenID-nek nevezett valamit, ami aztán annyira tetszett sok embernek, hogy létre is hoztak egy csoportot 2007-ben, akiknek az lett a célja, az OAuth Groupnak az lett a célja, hogy ezt az egészet szabványosítsák. Ez a csoporthoz csatlakozott Ren Hammer, aki hát aztán végül később meg is szerkesztette és jóváhagyatta ezt az RFC-t, ami az OAuth-nak az egyes, egy picit javított protokollját írta le. Most azonban teltek mutka hónapok, és kiderült, hogy az IETF szabványosító szerv az hát tovább akarja ezt dolgozni, de igazából kicsit általánosítani akar, egy ilyen keretrendszeres megoldásba akarja elvinni ezt az egészet, ami hát végül keresztül is vitt, bár ezt már Ren Hammer nélkül, tehát ő elhagyta ezt a szabványosító csoportot, és hát létrejött az OAuth 2-es protokoll, amelyet már egyre többen használnak, de hogy miért, azt igazából nehéz megmondani. Ugye most számok körében élünk, tehát OAuth 1 vagy OAuth 2, ugye minél magasabb a verziószám, annál jobb lehet, annál biztonságosabb, annál többet tud, de ezzel szemben
Itt Ryan Hammer is tett egy ilyen nyilatkozatot a blogján, hogy alapvetően ez a kettes protokoll az egyeshez képest, ugye sokkal komplexebb, kevésbé használható, részben azért meg kevésbé interoperabilis is, kevesebb funkció van benne, pont a security, a kriptográfiai réteg hiányzik belőle, ezért igazából kevésbé biztonságos is. Ez az állítás. És igazából nézzük meg, hogy akkor ez most mit is jelent. Most nem tudom, hogy protokoll akkor így mennyire van meg, hát nyilván itt gondolom, hogy vannak többen, akik így akár SDK-ként, akár alacsonyabb szinten implementálták, vagy használták. Alapvetően tehát arról szól, hogy a kommunikációban részt vesz ugye maga az adat tulajdonosa, tehát ez a resource owner, ez maga a felhasználó. A resource ownernek lehetnek, hát itt a példákban mindig ilyen képi adatokkal példáloznak, tehát mondjuk vannak képei valahol tárolva egy resource szerverem. És ezekhez a resource-okhoz szeretne hozzáférést adni egy client application-nek, viszont úgy, hogy a client application nem akarja kérni sem a saját credentialjeit, mert hiszen tehát nem akarjuk mindenkinek megadni a jelszavainkat, illetve nem akarja külön még föltöltögetni nekik ezeket a resource-okat egyesével, tehát valahogy el kell azt érni, hogy ez a client application hozzáférjen a resource szerveren tárolt resource-okhoz, aminek a megoldás az, hogy valamilyen ilyen jóváhagyást ezen a központi authorization szerveren meg kell tenni. Na most mi ennek a folyamata? Ugye ez az authorization szerver az, ami végül is kiadja azt a bizonyos ticketet, ami megmondja, hogy ez a client application milyen adatokhoz férhet hozzá. Ugye ez, amit jóvá hagy a felhasználó. Nézzük meg ennek a folyamatát. Van erre nagyon szép sequence diagram, fel is vannak sorolva benne az egyes paraméterek, ezeket mindjárt megnézzük konkrétan üzenetek szintjén. Hát amit itt lehet látni, az, hogy itt alapvetően három lépés lehet az egész, három request response. Mert készült is mint implementáció igazából, tehát tényleg ez így működik. Nézzük is meg, hogy az egyes üzenetekből pontosan mit kerülnek átküldésre. Az első lépés itt az OAuth 1-es protokollnál az, hogy a client application, amit ugye használunk mi, mint resource ownerek. Hát mit azon kattintunk, szeretnénk, hogyha mondjuk a képeink ezt hozzáférjem, ez egy képszerkesztő alkalmazás mondjuk. Ja, ennek emiatt a client application ezt az igényt valahogy regisztrálja, egy ID-t rendeltet hozzá a resource szerveren. Tehát megmondja itt a data paraméterben, hogy milyen adathoz szeretne hozzáférni, megmondja az OAuth Consumer Key-ben azt, hogy ő kicsoda, igazából ez egy nyilvános adat, ez egy username, ez a client application-nek az azonosítója. Megadhat itt mindenféle ilyen callback URL-t, verziószámot, adhat meg egyedi session adatot nonce-ként, timestamp-et is. Illetve amit fontos kiemelni, hogy ebben a protokollban a kérések azok mind autentikáltak, tehát egyfajta integritás, védelem és hitelesség az biztosított. Most ezt létrehozhatja akár szimmetrikus kriptográfiát használva is, illetve aszimmetrikus kriptográfiát használva is. Most ez azt jelenti, hogy pedig egy szimmetrikus kriptós példa van, most nyilván akkor minden egyes ilyen client application-nek túl a publikus ID-n van egy regisztrált titkos kulcsa is. Nyilván szimmetrikus esetben a titkos kulcsa az megvan a túloldalon is, hát aszimmetrikus esetben pedig hát ott a párt, a nyilvános részlet meg a túloldalon. Jó, ez mindenképpen fontos, hogy itt a maga az üzenetet aláírásra kerül. Ezen első kérésre kapott válaszban, és aztán talán minden további válaszban is, visszajön egy nyilvános és egy titkos adat is. Ugye a nyilvános adat az gyakorlatilag azonosítja azt a kérést, ami beérkezett, ugye itt jelen esetben a resource szerverhez. Ugye ez a kérés, ami megmondja, hogy ki és mihez akar hozzáférni, illetve visszakap a client application egy titkos adatot, amelyet a következő üzenetváltásnál fog használni a HMAC algoritmus titkos kulcsaként. Ugye a következő üzenet, vagyis amit most látunk, az már arról szól, hogy megvan, hogy ez a kezdeti
Unauthorized Access Tokennek is hívja, tehát még nem jóvá hagyott token, abban mondom megvan azt, hogy ki és mihez akar hozzáférni, és ezzel együtt elküldi a felhasználót, a resource ownert az authorization serverhez, hogy akkor hagyja jóvá ezt a unauthorized access token, vagyis ezt a kezdeti ticketet. Most itt ebben az üzenetben lehet látni, hogy ugyanúgy megadásra kerül, hogy mihez akar hozzáférni, megadásra kerül ki a client ID, viszont megadásra kerül már az előző kommunikációban visszakapott, már összerendelt ID, tehát hogy ki mihez akar hozzáférni, ugye. Ugyanúgy itt is van mindenféle egyéb adat, ilyen véletlen adatok a non-span, van egy timestamp is, ugye a replay-etek ellen is jó ez. És akkor az előző válaszban visszakapott szimmetrikus kulcsa vagy titkos adattal létrehozza ezen kérésen is ezt a integritás védelmet a kérő alkalmazás. Na most itt a háttérben az authorization server nyilván ezt a felhasználót, ezt a resource owner-t belépteti. Ugye erről most itt nem szól a fáma, hogy pontosan milyen módon lépteti be. Lényeg az, hogy felhasználó hitelesítés végrehajtódik, és hát jóvá hagyja ezt a kérést. Válaszként itt is visszajön egy ID, tehát itt most már a jóvá hagyott az Authorized Access Tokennek az ID-ja, illetve hozzá kapcsolatban itt is van egy titkos érték, amit aztán a következő üzenetben szintén egy fajta szimmetrikus kulcsként fog használni az adat lekérdezés során. Jó, tehát jön az utolsó üzenetváltás, megadja a Client Application, hogy ugye az adathalmaz, amit el akar érni, megadja megint azt, hogy a kicsoda, megvan már ez a jóvá hagyott kulcs, ami elvileg, ugye, ami alapján elvileg tudhatja is a resource server, hogy ki volt az eredeti kérő, akinek végül a jóváhagyást kiadta a felhasználó. Ugye itt is van egy nonce, itt is van egy timestamp, és itt is megvan ez a kriptográfiai védelem, ami az előző egben is megvolt már. Amit itt tehát akkor meg kell jegyezni mindenképp, hogy ki kell emelni az OAuth 1-es protokoll kapcsán, hogy azt lehet látni, tehát, hogy a protokoll szintje most függetlenül, hogy a környezet az garantál-e valamilyen egyéb védelmet, mondjuk egy SLTLS csatornát bármilyen módon, akár egyoldali, akár kétoldali hitelesítéssel. Tehát függetlenül, hogy a környezet mit ad, a protokoll maga hát legalábbis integritásvédelmet azt tud nyújtani. Bizalmaságot azt nem, bár egyébként minden megvan hozzá, hogy akár rejtelezést is végre tudjon hajtani, de a protokoll az jelenleg olyan, hogy integritásvédelmet ad. Illetve azon túl, hogy kriptográfiai rétegben nem van a protokoll szintjén, azon túl azt is lehet látni, hogy ugye az elején láttuk, hogy van egy kezdeti szimmetrikus kulcs, viszont ez sessionönként és gyakorlatilag üzenet váltásonként ez változik. Tehát igazából nincsenek statikus, szimmetrikus kulcsok sem, egy HMAC-es védelem esetén sem. Jó, na most itt azt még gyorsan hadd emeljem ki, hogy itt maga a protokoll egyébként, és ez egy kicsit fehér folt, nem szól arról, hogy egyébként ez a authorization servernél jóvá hagyott access token, és az eredetileg a resource servernél ID-val ellátott kérés, ez hogy kerül összekötésbe. Most, hogy ennek mi az oka, az külön téma, viszont ugye ezek alapvetően ilyen pointerek, tehát elvileg, ha van egy ilyen tokenünk, akkor arra hivatkozva, hogy nyilván be lehet kérdezni a központi adatbázisban, nyilván az authorization servernél meg lehet tudakolni, viszont a server számára kiderülhet, hogy pontosan akkor ki volt az eredeti kérés küldője. De alapvetően mondom, ez nincsen részletezve, és ezt egyébként mostanában, hát nem mostanában, de azért ezt nyilván felfedeztek, és látják az OAuth gazdái is, szabványosnak, hogy ez egy fehér folt, és részben emiatt kezdték el kidolgozni egy jelenleg draftként működő JSON-os webtokenes RFC-t, ami egyébként érdekes módon pont egy ilyen S-számjegy jellegű működésbe tolja el a dolgot, tehát nem az lesz, ha ez megvalósul, hogy ezek az access tokenek, ezek egyfajta ilyen pointerek lesznek, csak ilyen session ID-k, vagy minek mondjam, cookie, vagy nem tudom mik, amik gyakorlatilag bemutatnak a központi szerverre, hogy ott van az a rekord, és néznek, hogy mi van abban, hanem ezek ilyen önleíró tokenek lesznek, ha minden igaz. Ezt számolja, majd látni fogjuk, hogy azok teljesen önleíróak.
Jó, tehát mondom, amit meg kell jegyeznünk, tehát van kriptográfia, és egészen jól van használva az OAuth 1-nél. OAuth 2 ezzel szemben emeltük a verziószámot, csökkent a funkcionalitás. A kommunikációnak a modellje, illetve a kommunikációval résztvevőknek a titulusa viszont megmaradt szerencsére. Tehát ugyanúgy client application, az lehet egy Facebookos application, ami nyilván valamilyen third party cégnél van hostolva. Ugyanúgy van egy resource owner, ugye maga a felhasználó, van egy authorization server, ami lehet bármi. És hát van maga a resource server, ami tárolja az adatokat. Tehát a kommunikációval résztvevők főleg azok ugyanazok. Igen, tehát maga a kommunikáció az itt is három lépésből áll, erre is vannak mintakódok. Ha most ezt megnézzük, egy picit másképp indul a kommunikáció, bár az adatokkal az hasonló. Itt is megvan a scope, tehát hogy milyen adatokhoz akar hozzáférni a client application. Ugye ez az OAuth-nél a data volt, most itt scope-ként van mindegy. Van itt is egy unique ID a state-ben, ezt egyfajta session identifier-ként lehet használni. Jó, ilyen is volt az OAuth-nél. Van a redirectory, ugye ez is fontos, hova kell visszatérni a usernek, ez is megvan. Ugyanúgy megvan a client ID itt is, vagyis a client application-nek, vagyis a Facebook app-nak gyakorlatilag a publikus azonosítója, egyedi azonosítója. Ez megvan az OAuth 2-nél is. Ami viszont így ránézésre is látszik, nincsen kriptográfia. Semmi. Ugye az OAuth 2-nél, tehát ez egy keretrendszer, a protokollt, hogy milyen adatok mennek el, azt tök jól kitalálták, de a kriptográfia meg az egész security réteg az ebből kimaradt. Ugye több helyen is említik, igazából abban bíznak, hogy majd lesz egy SSL TLS fölötte, és a user meg nem kattint rá az exception-ökre, hogy ő bizony megbízik a Man in the Middle-ben, meg a Fiddler 2-ben, meg a Kainable-ben, meg a sem, nem tudom mivel. Az összes security az ott van a környezetben. A válaszban is azt lehet látni, a kezdeti kérésre küldött válaszban, hogy viszont egy authorization code, ami hát elég egy titkos adat, ugye ezt kell majd használni a következő kérésnél. Ez authorization code, egyébként itt kicsit annyiban más a protokoll, hogy itt már ebben az első lépésben meg kell, hogy történjen a felhasználó hitelesítése. Itt igazából a client az, aki, nem bocsánat, a client, hanem a resource owner, tehát maga a felhasználó, böngész előtt ülő felhasználó, az, aki visszatér ezzel az authorization code-dal, redirect révén a client application-höz. És ezt a kódot, ezt a titkos adatot adja át a client application-nek. És ennek a birtokában utána már a client application, ugye tehát mondom, első lépésben a felhasználó kapott egy kódot, és itt második lépésben maga a client application megy el ezen authorization code birtokában az authorization serverhez, hogy ezt ő egy client application féle access tokenre váltsa. Nagyon jó, itt is lehet látni az üzenetet. Ugye látjuk, hogy simán belepakolták ezt a kódot, itt is van redirector, itt is van kliens azonosító, sőt, ugye, hogy a kliens alkalmazás hitelesítse magát, van egy szép statikus jelszava, hogy ez is be van regisztrálva az authorization szervernél. Ezek kerülnek szépen elküldésre, megint csak kriptográfiai védelem nélkül, és hát igazából erre válaszként kapja már meg az authorization szervert, már a kliens application, azt az access tokent, amit utána már adat lekérdezéshez tud használni. Jön az adat lekérdezés, harmadik lépés. Itt már igazából csak az access tokenre van szükség. El kell mennie a client application-nek a resource serverhez, és az access tokent be kell mutatnia, amelynek birtokában igazából megkapja a hozzáférést a kívánt adatokhoz. Jó, hát mi az, amit itt látunk? Tehát ugye azt látjuk, hogy nincs kriptográfia. Ami van titkos adat, az is full statik, és nem kerül semmilyen módon transformálás, vagy nem kerül egy client secret, mondjuk egy HMEC-es integritás védelem alapjaként, vagy kulcsként felhasználásra. Tehát teljesen alapmódon használják ezeket az adatokat. OAuth 1-hez képest igazából tényleg elég egyszerűen tűnik a protokoll. Illetve, na és ez például egy érdekesség, ezt hangsúlyozni kell, hogy maga az access token
az bizalmas adat kell, hogy maradjon. Jó, ez oké, viszont azt is tudni kell, és hát ez még kérdéses, hogy mennyire volt az OAuth szabványosoknak a szándéka, de igazából az access token, ezzel tulajdonképpen mégis megvalósult egy SSO jellegű működés, bár nem ez az eredeti szándék. Az eredeti szándék az volt, hogy ezt az OAuth 1-nél is láttuk, hogy adott service providernek adott adatokhoz ad hozzáférést a user. Itt az OAuth 2-nél is elvileg ez van, de ha valaki kipróbálja az access tokent, akár úgy, hogy kijelentkezik, meg másnak adja, meg nem tudom mi, tehát igazából az access tokenben csak az van benne, csak az tud ellenőrzésre kerülni, pont azért, mert nincsen meg benne, hogy ki a kérés küldője, tehát csak az van benne, hogy mihez férhet hozzá az a valaki. Tehát ha valaki ellopja az access tokent, felhasználja, akkor simán megkapja azokat a user attribútumokat, amelyekre egyébként a user jogosultságot adott egy valamilyen client application-nek. Ugye a OAuth 1-nél ilyen nem lehet, mert ott a kérés küldője az hitelesítésre kerül, aláírja a kérést, és az is ellenőrzésre kerül. Itt meg nincsen aláírás, és ez bizony ezzel járhat. Jó, tehát innentől kezdve akkor, nem tudom, hát akkor talán érted, hogy miért mondta azt a Renaha már ugye még egyszer azt, hogy ez az egész 2.0-as OAuth, ez miért jóval kevesebb, mint az OAuth 1. Ennek ellenére azt lehet látni, hogy ugye a hány webkettes rendszer annyi fél módon már támogatja az OAuth 2-t, de aztán egyébként pont talán Twitter azt megmaradt az OAuth 1-nél, úgyhogy ő hű az eredeti koncepcióhoz. Jó, menjünk gyorsan tovább, hogy maradjon mindenre idő. SML protokoll az, amit szintén Gorcsal elvettem, és amihez kapcsolatban tényleg több valós példát is meg tudtam vizsgálni. Ugye az SML-nél tehát az a lényeg, hogy ez tényleg egy SSO rendszer. Itt az a lényeg, hogy ha van egy ticket, akkor különböző service providerek, különböző client application-ök hozzá tudjanak férni bizonyos jogosultságok biztosítása mellett bizonyos adatokhoz. Tehát itt igazából a központban a felhasználó van, aki tehát beléptetésre kerül, és jóvá hagy, vagy valamilyen ticketet kap a single sign-on rendszertől, és ezzel a tickettel megy aztán különböző service providerekhez. Aztán azzal kezdenek, amit akarnak. Ugye az elején mondtam azt, hogy tehát az az érdekes, hogy ugye elvileg az a teljes funkcionatás, és az, ami elvárható egy single sign-on rendszertől, viszont tényleg vannak extrém esetek, vagy vannak olyan gyakorlatok, amelyeknél ezek igazából nincsenek kihasználva. Ugye említettem azt, hogy az adatvédelem mondható, hogy például maga a ticket az csak egy rövid lejáratú valami, és akkor viszont tényleg nem lehet igazából kihasználni a single sign-on jelleget, hiszen mire mennénk a másik service providerhez, már a ticket lejárt. De van más is, vannak olyan rendszerek is, egyébként például a közigazgatásban a jelenlegi ügyfélkapus olyan, ami kicsit úgy működik, mint az OAuth-os protokoll, bár ezt számát használ a háttérben, hogy valóban adott user, adott szakrendszerre vonatkoztatott, tehát adott közig szakrendszerre, service providerre vonatkoztatott ticketjét állítja ki. És igazából nehéz azt mondani, hogy bármelyik jobb vagy rosszabb, mindegyiknek van előnye és hátránya. Igazából igen, ezt mindjárt meg is látjuk, hogy milyen hátrányok lehetnek. Szerintem menjünk is akkor tovább itt az SML kapcsán. Ugye itt a kommunikációval résztő felek szabvány szerint van egy SSO dobozka, ő az, aki gyakorlatilag a ticketet a végén kiállítja, aláírt és akár rejtjelezett adathalmazként, illetve ő az, aki előtte még az egész folyamatot így vezérli. Az egész folyamat viszont úgy indul, hogy a felhasználót be kell léptetni, ezt valósítja meg az IDP rész, az Identity Provider, ő az, aki különböző ilyen-olyan-olyan protokollok szerint saját magánál belépheti a felhasználót, ez gyakorlatilag az Authorization Server funkcionalitás, ami az OAuth-nál is volt. Illetve külön kezeli ő a különböző felhasználói attribútumokat, adatokat tároló adatbázist is. Ennek is részben adatvédelmi okai is vannak, hiszen egy valós rendszernél simán lehet az, hogy maga az IDP az mondjuk egy mobil szolgáltató, viszont egyébként meg a köziből akarnak adatot lekérdezni, amelyeket meg nem biztos, hogy az ember, illetve a közi ki akar helyezni máshova. Most nyilván nem olyan egyébként publikusabb adatokról van szó, mint valami okmányszám, hanem mit tudom én,
ami bizalmasabb is lehet, vagy érzékenyebb is lehet, mondjuk egészségügyi adatok, vagy nem tudom, bármi ilyesmi. Szóval a lényeg az, hogy az IDP-nél, az autentikációs vagy autorizációs résznél kizárólag az autentikációs adatok tárolhatók egy ilyen elosztott rendszernél, tehát mondjuk egy username, password, hash, szimmetrikus kulcsok, aszimmetrikus kulcsok, attól függ, hogy milyen protokoll kerül felhasználásra, és az összes többi törzsadat, user attribútum, az pedig a directory-ban gyakorlatilag. Jó, ugye maga a ticket pedig, ami az SML-nél egy fontos dolog, tehát ez egy önleíró valami, ugye ez, amit az előbb is említettem az OAuth-nál is, hogy a JSON Web Token-nél igazából az OAuth is ebbe az irányba akar elmenni. Tehát ezek a ticketek, ezek nem csak egy sima pointerek, nem egy sima session ID jellegű adat, ami bemutat a központi adatbázisba, és akkor le lehet kérdezni, hogy mi van a tárolva, hanem ezek önleíróak. Tehát annélkül, hogy rángatnák a központi adatbázist, ugye ez egy nagyon fontos szempont, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk egy észt közig ugye pár éve teljesen lerohadt, amikor megkapta a DDoS-t az észt-orosz konfliktusban. Ugye mindenki próbált menni a központba, lehalt a közig, lehalt a bankrendszer, nem működött semmi. Tehát ha ilyen szemszögből nézik, akkor bizony nem elvetendő az, hogy önleíró tokeneket állítsunk ki. Más szempontból viszont lehetnek hátrányai, hiszen sokkal nehezebben lehet védeni azt, hogy mondjuk például ellopásra kerüljenek, hiszen akár is nézzük egy ilyen ticket, mint egy ilyen, legalábbis mint egy ilyen SAML rendszer kiad, de akár egy Kerberos is kiad, az egy gyakorlatilag egy szoftver token. Na, mindegy, szóval a lényeg az, hogy egy ilyen token, tehát önleíró, az SAML-nél megmondja, hogy ki, milyen hosszan, tehát mennyi ideig, mihez férhet hozzá, milyen egyéb attribútumokat tárol, vagy tud benne továbbítani, illetve milyen módon autentikálta magát, ugye ez például többlet az OAuth-hoz képest. Jó, tehát gyorsan három üzenet. Ugye az egész az azzal kezdődik, hogy a service provider-nél, tehát mondjuk egy közigés rendszeren mondjuk, a felhasználó az valamilyen ügyben, tehát el akar indítani. Ugye ennek kapcsán a service provider a háttérben létrehozza a kérést, ezt küldeti be gyakorlatilag egy user redirect-tel a single sign-on modulhoz. Ebben az üzenetben megtalált az, hogy ki az eredeti szakrendszer, közigazgatási service provider, milyen adatokra van neki szüksége, ugye ez is megvolt az OAuth-nál, azt is meg tudja mondani, hogy milyen névre kerüljön kiállításra az a ticket. Ugye ez pedig egy fontos különbség az önleíró ticketeknél, az OAuth-os pointeres ticketekhez képest, hogy ugye nem tud bekérdezni, nem akar bekérdezni a központi adatbázisba a service provider, tehát annak a ticketnek, ha önleírónak kell lennie, abban egy olyan ID-nak is kell szerepelni, amit mind a közigazgatás, vagy mind a server oldal, az autorizációs, autentikációs server oldal ismer, mind a service provider is ismer. Most például, mint én közigazgatás, most nem tudom, mennyire néztek a híreket, pont egy másfél hete jött ki a NEC kártya kap, tehát a nemzeti egységes kártyarendszer kapcsán megint van mozgolódás, részben egyébként az EIDS regulation miatt. Ugye itt van szó arról, hogy lesz egy személyigazolvány. Nagyon jó. Ami érdekes viszont, legalábbis nekem az a legérdekesebb, hogy az a mondás, hogy az személyigazolványos okmány azonosító az egy ilyen kitüntetett ID lesz. Lehet, hogy például ez lehet egy olyan ID, ami ugye mind a közigazgatáson szépen át tud folyni, mint ugye az egyes service providereknél is meg lehet, hiszen elég, ha csak arra gondolunk, bárhol elmegyünk, egy bankba elmegyünk, hogy azzal kezdik, hogy szépen hozzájárulunk, hogy lefénymásolják az okmányainkat, személyigazolványt megvan náluk tárolva, személyigazolványt nem. Tehát igazából ez például lehet egy olyan ID, ami egy ilyen ticketnek a subject-je lehet. Jó, és egy másik különbség pedig az OAuth-hoz képest, hogy egy ilyen SML ticketnél, tehát meg tudja mondani a service provider, hogy mi legyen az autentikáció szintje. Ez ugye mikor fontos, megint csak valós példa a közigazgatásnál, ha csak egy időpontfoglalásról van szó, akkor majdnem mindegy, hogy milyen a felhasználó hitelesítés, de ha mondjuk teszem azt, mondjuk egy céges bevallást kell beküldeni a cégbírósági portálon keresztül egy olyan cégnek, ami mondjuk a tőzsdén is van jegyezve, és egyáltalán nem mindegy, hogy kipiszkál bele abba az adathalmazba, hiszen lehet, hogy másnap akkor 10%-ot bukik a tőzsdén. Nos, akkor simán lehet, hogy megköltel mondjuk ami erősebb autentikációt. Ez jó, és ez támogatandó is. Hozzá kell tenni, hogy jelenleg egyébként ugye sima user ID password-el mennek be. Úgyhogy igazából az is a mondás, az összes ilyen SSO rendszer
megvalósító projektnél, hogy hát igazából jelenleginél, és nem csak Magyarországon, majd hanem szinte mindenhol máshol is, kivéve talán az észteket, tehát az a helyzet, hogy a jelenleginél szinte bármi jobb lehet. Ha meg kicsit erősebb, akkor már jobb lehet. Nem, többször is. Nem érz. Hát meglátjuk. Jó. Másik üzenet, tehát ugye mondtam, hogy a user adatok, tehát törzs adatok, a user attribútumok külön adatbázisra vannak tárolva, arra felé is el tud menni a ticket, vagy akár az SSO modul, akár a ticket birtokában közvetlenül a service provider adatlekérdezéssel. Itt, amit külön érdemes megemlíteni, hogy az SML az gondolt arra is, hogy ezek az adatok protokoll szintjén már rejtjelzésre kerüljenek, tehát látja azt, hogy ki az eredeti service provider, aki kéri az adatokat, és az ő kulcsával, itt a aszimmetrikus kriptó van a háttérben, az ő kulcsával rejtjelzve el tudja küldeni az adatokat, tehát igazából aki a kommunikációs csatornában még részt vesz, az gyakorlatilag az érzékeny adatokat, mondom, megint lehet gondolni akár egészségügyi adatokra, azokat nem fogja látni. Tehát ez például egy érdekesség az SML-nél, ami egyébként például az OAuth-nál úgy igazából nem volt meg. Illetve ott igazából ugye maga a client application volt az, ami direkt belekereszte az adatokat. Illetve még magáról a ticketről, amit az SSO rendszer kiállít, az SML-ben a response letterben egy assertion nevű rész. Ugye ez, amiben láthatjuk azt, hogy benne van két időadat, mettől meddig jó, benne lesz, hogy ki a subject-je a ticketnek, ugye ez, amire mondtam, hogy lehet valami. Tehát valami olyan ID-nak kell lenni, amit mind a server oldal, mind a service provider oldal ismer. Belekerülhetnek a különböző attribútumok, mondom, akár rejtjelezve, illetve hát benne van az, hogy milyen szinten lépett be a felhasználó, ugye ez a különböző folyamatoknak a jogosultsági szintjén alapuló ellenőrzésnél fontos lehet. Jó, amit még érdemes megemlíteni, hogy maga ez a ticket egyébként szintén egy aláírt adathalmaz, az SML-nél minden lehet, sőt elvárt, hogy aláírt adathalmaz legyen, tehát az integritás védelem az adott, és ugye ez egy nagyon fontos kritérium ahhoz, hogy egyetlen egy önleíró ticketként lehessen ezeket értelmezni. Hát másképpen ugye mindig be kéne kérdezni, hogy tényleg az-e a helyzet, amit a küldő mond, de mindegy, tehát ezek aláírt adathalmazok. Illetve, amit lehet még mondani, hogy maga a ticket egyébként rejtjelezett, bármint magában a ticketben talán nincsenek olyan jellegű érzékeny adatok, mint mondjuk magukban az attribút elemekben, de azért ez sem árt tudni. Természetesen persze az egész protokoll feladata még lehet egy SSL TLS réteg is. Jó? Tehát, amit látunk, ugye user szempontból, tehát maga az SSO az kiad egy aláértés rejtjelezett ticketet, ez tök jó, hiszen nem lehet módosítani, elvileg az adattartalma az nem megismerhető, viszont, és ugye ez, amit az előbb is utaltam, ha nem kezeljük azokat jól, attól még maga a ticket, ami igazából egy soft token, az ugye lelopható, és akár idő előtt, oké, hogy van benne egyedi adat, tehát akár a replay-etek elleni védelem is megvalósítható a fogadó oldalon, de ha nem figyelünk oda, és rögtön az első felhasználat előtt már valaki lelopja és előttünk bejátsza, akkor gyakorlatilag a session hijacking az megvalósulhat. Úgyhogy ez az, amire igazából ki kell találni valami megoldást. Ugye ez ugye itt üt az vissza, hogyha valami teljesen önleíró és nem kérdezünk vissza, és valaki beküldi előttünk, akkor az problémás lehet. Hát mindjárt megnézzük, hogy ezt hogy lehet még esetleg kivédeni. Igen, az IDP résznél akkor amit meg kell egyeznünk tehát, illetve itt is hangsúlyozni kell, hogy akárhogy is autentikál a felhasználó egy harmadik félnél, tudjuk azt, hogy a user ID passwordnél bármi jobb lehet, de hogyha azt nézzük meg, hogy valakinek már eleve van egy VPN jellegű, mondjuk SSL kliens autentikációs megoldása, akkor az nem biztos, hogy helyettesítené ezt egy harmadik feles akár SSL kliens autentikáció, hiszen ott az egy kicsit az másról van szó. Szóval attól még ugye a ticket, ami kiállításra kerül, az ugyanúgy egy szoftver token, ami lelopható. Tehát azt, hogy az IDP-hez, tehát az autentikációs vagy autorizációs szervehez autentikálok SSL kliens autentikáció, az tök jó, de akkor a csatorna, az a védett csatorna, elvileg nem is tudnak beleékelődni, az köztem, tehát a felhasználó és az IDP között jön létre, nem köztem és a service provider között. Egyébként ezt például nehéz ugye elmagyarázni,
de tehát ezt muszáj látni, hogy és mit tenni, például jönnek azzal, hogy igen, lehet például challenge response alapú PIK-ival, chipkártyával, aláért, nem tudom milyen kommunikáció is a háttérben. Ugye az a baj, hogy akkor az IDP felé mennek az adatok, ráadásul még egy aláért response is, egy chipkártyával aláért response is, egy softokeren, tehát azt is, hogyha valaki közbeiklődik, le tudja lopni, be tudja játszani. És mondom, az egésznek a végén is csak egy softokeren ticket kerül kiállításra, tehát tényleg az a baj, hogy akármit csinálunk, a közvetlen SLTLS kliens autentikációs kapcsolatfelépítésnél nem lehetnek jobbak. Éppen ezért igazából az lehet talán a legjobb megoldás, hogy most végrehajtodik valamilyen módon ez a felhasználó hitelesítés, viszont utána ez a ticket, ez egy SLTLS kliens autentikációs módon kerüljön továbbításra már a user által a service provider felé. Így végig is meg lehet azt akadályozni, hogy ez a soft token ellopásra kerüljön. Ez lehet egy mondás. És ugye magukra az attribútumokról pedig, hát hogy említettem azt, hogy tök jó, igen, központból szépen le lehet őket kérni, akár rejtjelezve küldi el boldogan az adatbázis, tehát az adatgazda, akár a service provider számára is, viszont ez egy nagyon nagy kérdés, ugye erről szól az egész ABC Portrait, meg az IRNA projekt, illetve ugye azt hiszem részben a német EID kártya is valahogy ezeken alapul. Egyáltalán nem biztos, hogy a felhasználó azt akarja láttatni a központtal, meg a hárombetű szervezetekkel, hogy ő bizony milyen service providereknek milyen adatokat akar küldeni. És hát ugye innentől kezdve a kérdés az, hogy tényleg mennyire jó az adatvédelmi szempontból, user szempontból, user igény szempontjából, hogy most akár rejtjelezve, akár nem, de központból akarják lekérdezni az adatokat. És hát erről szól, akkor most a második adás, amiért mindjárt át is adom a szót, hogy mennyire megnézzük, hogy pontosan hogy is lehet akkor a központi adatlekérdezés helyett mondjuk egy ilyen közvetlenebb adatlekérdezést megvalósítani. Most még egy kis illusztrációként felraktam azt, hogy egyébként az EIDS Regulation által meghivatkozott technikai specifikációt létrehozó Store projekt, amelyiként szinte az SML protokollt vette alapul. Én most ő meghatározott 20 akárhány ilyen kiemelt attribútumot, most ebben nincsen semmi extra, nem is látszik, mindegy. Tehát ezek csak a közig által alkalmazandó alapadatok, milyen okmányok, meg születési dátum, meg ilyenek, tehát semmi extra. Viszont mondom, ezek akkor lesznek majd érdekesek, és akkor nem lesz mindegy, hogy most milyen adatok rohangálnak itt központból lekérdezve, akár nemzetközi szinten, ugye, tehát különböző member state-ek között, amikor mondom, ezek az adatok, ezek érzékenyebbek lesznek, akár egészségügyi adatokról legyen szó, akár másról, mondjuk banki tranzakciós adatokról. Márpedig pont az egészség, ez egy olyan dolog, ami egyébként viszonylag közel van itt ehhez a szinthez. Magyarországon is, bár már máshol azért ez jobban működik, tehát az már egy elég régóta téma, hogy itt vannak ilyen egységes interfészek, amelyekkel a kórház adatbázisokat meg tudják nézni, kórelőzmények igen. Hát az EBSOS projekt, ami volt, az pont ezt a Storkot hivatkozva meg, ugyanúgy ezeket a... Én gondoltam, hogy magában a szolgáltatóra, hogy a token autentikáció és hogy kiférhet hozzá, ahhoz ajánlott lenne egy dedikált internet kábel nekik, hogy ne a... SSL-TLS-el ne menjen át, tehát az a legbiztonságosabb, hogy ki mihez kapott autentikációt, csak ezt így EU szinten azért koronan nem egyszerű ezt kivitelezni, és... Igen, meg ha jól tudom, itt az, na igen, tehát az SML-es elvileg lehetőséget ad arra, hogy legyenek ilyen backend, ilyen web service-es lekérdezések. Küldöm a kérést, ami be fog menni az EU-ba, visszajön, de a szervernek is valahogy szólni kéne, hogy ezzel a tokennel majd a gyerek hozzáférhet. Tehát neki is kell egy leküldeni neki egy izét, és ezt a csatornát kéne rendesen befedezni. Mert hogyha valaki ezt az adatforgalmat nézi, már abból elég jó dolgokat tud megállapítani, hogy mennyire, mennyien nézegetik, mikor nézegetik, miért nézegetik. Igen, igen. Wow. Igen, egyébként igaz, lehet, hogy nem is mondtam, de itt az egész storkos vagy ilyen SML-es protokollnál is egyébként lehetne többféle módon kommunikálni, tehát az elemek jelenleg kommunikálnak a háttérben is, de talán pont az ilyen nemzetközi, tehát a országok közötti együttműködés, meg konfigurációs kérdés, meg egyebek miatt igazából, és tényleg ez a baj, hogy a tokenek, meg minden igazából user böngészőn keresztül ír, mindenféle redirectekkel megy. Tehát nem backend kommunikáció, hanem frontend gyakorlatilag. És ez az, amiért kicsit nehezebb ugye bevédeni ezeket az adatokat, viszont nyilván ezzel tudják
egyszerűen interoperabilissá tenni. Ha most hát háttérbe menne, hát akkor a fene tudja, mikor valósulna ez meg. Viszont való igaz, hogy a mondom, akár a kórelőzményi adatok, tehát kórház adatbázisok is ki lesznek nyitva, elséges interfészek, ilyen HL7-es, tehát vannak ilyen interfészek rá, vannak rá projektek, és ott is az autentikációt ilyen jelleggel akarják megoldani. Mondom, akkor már érdekesebb lesz, hogy honnan. A szolgáltató szervertől le tudom tudni a megfelelő URL-re egy olyat, hogy ezt az autentikációt fogadd el az ével szinten. Mert hogy ő is megkérdez az autentikáció szervernek, akkor én be tudok oda jutni. Tehát nem tudom, hogy érted, hogy... Igen, most a kérdés az, hogy az SSO rendszer fogja lekérdezni mondjuk, a service provider kérése vagy igénye alapján a HL7-es interfészen keresztül a egészségügyi adataidat, és ő is látja, meg a központ is látja, vagy te direktben valahogy eljuttatod. Egy kérdésem van a service szerver, batyog el az autentikáció szerverhez, vagy az autentikáció szerver lesz is olyan. A service provider átküldi a usert, és a user elmegy. Tehát ezt mondom, hogy ez frontend, igen. Én elmegyek a service providerhez, kapok egy token. Azzal a tokennel elmegyek az autentikáció szerverhez, igen. Azt kapok egy aláírást, azzal visszamegyek a izé másik szerverhez, és szeretnék hozzáférni a resource-hoz. És hogy... Igen. Hogyha te magad a tokent azt be tudod küldeni, igen, tehát alapértelme esetben elvileg ilyenkor ugyanúgy a központi autentikációs. Én szeretném behamisítani, hamisítok egy tokent, és most az a kérdés, hogy ő most egy fix kulcssal írogatja alá a token összes paraméterével? Hát azzal próbálja kiállítani, mind a két fél ezzel állít ki nekem egy aláírást, hogy mik voltak a paraméterei a tokennek, vagy valami random aláírás van rá. Várjál, tehát ha... Érted, hogy mit mondok? Tehát amikor mondjam, még egyszer. Request token. Igen. Ezzel elbatjuk az autentikáció szerverhez, ő ad nekem egy aláírást. Most ez az aláírás, ez most a request kérés alapra lett aláírva, tehát annak egy signature-je egy valamilyen kulcs által. Aláír mindig valamit kell, és alá. Üres papírt épp alatt. Én mindig azt szeretem. Világos, hogy kapok egy random kulcsot, ami a másik request tokennel lesz csak érvényes a autentikáció, tehát a resource servernél, aki még... Ugye az SML-nél, ha kihasználjuk tényleg az SSO funkcionálását, tehát azt mondjuk, hogy kiadunk egy tokent, ami mondjuk erősen autentikálok, és 24 óráig jó, és akkor elvileg bármilyen service provider, aki azt támasztja feltételként, hogy legyen erős autentikáció, és legyen még érvényes, akkor annak elvileg jó lehet, hogy ezért... Tehát igen, tehát ha megvalósul ez a fajta működés, akkor azt mondod, hogy marhára figyelni kell arra, hogy azt a tokent hogyan kezeljük, mert akkor igen, azt be lehet küldeni máshova is, vagy akár ugye más is be tudja küldeni. Tehát minden alá van írva, így igaz. Viszont akkor tényleg vigyázni kell. Tehát ez ami az OAuth 2-nél is érdekes, hogy akkor figyelned kell arra a tokenre, mert tehát tényleg SSU működés van, de akkor azt... Hát... Hát igen, tehát mondom, erre mondja az adatvédelem, hogy akkor legyen rövid lejárat, és akkor... Tehát igazából inkább elveszélytük azt a lehetőséget, hogy egyszerű autentikáció legyen, inkább adott session-re akarják kiadatni. A kulcsomból aláírsz, azt váltogatják mondjuk havonta, hogy ne legyen számítási esélye valakinek ezt visszafejteni. Ja, értem. Mondjuk 50 vagy 100 darab valid autentikációs aláírásból, hogy mi lehet, még elírhatták alá. Hát, kulcsmenedzsment kérdés. Hát meg lehet valósítani, de akkor az olyan, hogy akkor ezt egyszerre kell frissíteni minden service providernél is, hiszen... Igen, az EU szinten ez zseniálisan jó játék. Hát, igen. Meg ahogy küldöd át a kulcsot. Hát, igen. Nyilvános kulcsok vannak a maga TLS-ben is, nem szokásos szemlékben. Hát, igen. Tartni megfelelni a korábban. Igen. Jó, csak... Hát jobban kell félni, hogy rossz OpenSSL verziót váltottak elő, és mondjuk max 32.000 változat van. Ma már a nyitott kulcsú módszerek annyira jön fel, nem kell tudod a tügyes életbe soha. Igen. Most az észre szólja, hogy a tügyes színvon már megvan, és azt mondom, hogy a veszélyi világetem végéig is van. Ha csak el nem lopott valamit, azt próbálom. Az érdekes kérdés például, hogy a TLS-ben van ez a visszavonás, tehát egy volt kandidát azonnal egy kügyük, ez nincsen, hogyha egy szerzős token. Akkor ameddig az nem jár, bármilyen egyszerűen, hiába volna érkezni vissza a kulcsot. Tehát az EU szerintem ilyen attól, hogy nem tudom, nem valószínű, hogy ez érdekel. Egyébként én azt voltam annól
parlamentben, amikor voltak ezek a bizottsági megmutatások, kettőn ott voltam. Hát is adom. Ezért mondtam azt, hogy az ipar ráugrott. Mert ott voltam és láttam, hogy mindenki a saját megoldását tolta be a bizottságba. Tehát ott mindenki ott volt és tolta a hülyeségeit. Én meg így fogtam a fejemet, és ott nézték, hogy mikor fogom a fejemet, és mikor nem.